Los Angeles után a keleti parton, New Yorkban is teltház mellett mutatták be a Most vagy Soha című filmet. A premiéren részt vett mosolygósára színésznő és a film rendezője Lóth Balázs is. A következő napokban San Franciscóban, Bostonban és Austinban is vetítik majd a filmet. Egymás után teltek meg a sorok a New Yorki Lincoln Center kulturális központjában. Los Angeles után New Yorkban is debütálta a márciusi ifjak egynapját bemutató Most vagy Soha című történelmi kalandfilm. Az Egyesült Államok nyugati partja, azaz Los Angeles után itt a keleti parton New Yorkban is bemutatták a Most vagy Soha című filmet. A híres és jól ismert Lincoln Centerben, az Egyesült Államok egyik vezető kulturális intézményében, ahol teltház előtt tartották a vetítést. Az Egyesült Államok keleti partján tartott premiéren is részt vett Lóth Balázs rendező, valamint mosolygósára színésznő, aki az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó mozifilmben Szendrei Júliát alakítja. Mindenhol hatalmas szeretettel fogadják, ami nagyon-nagyon jó érzés, és őszintén én nem is gondoltam volna, hogy ennyire kíváncsiak ránk, és hogy ennyire szeretni fogják a filmet. A film a márciusi ifjak 24 óráját mutatja be, amikor Petőfi Sándor költeményével a nemzeti dallal kirobbantja a forradalmat, majd az osztrák elnyomók egy titkos ügynököt bíznak meg a feladattal, hogy állítsa meg a felkelést. Lóth Balázs a bemutató után elmondta, nagyon sokat jelent számára ez a vetítés, hiszen a New York Film Academy-n végezte tanulmányait. Ez egy olyan film, ami úgy gondolom, hogy a világon minden közönségnél megállja a helyét. Kifejezetten olyan ízléssel, olyan nemzetközi filmnyelvvel lett megfogalmazva, amit Amerikában is értenek, egy kicsit az amerikai filmekre is emlékeztet a stílusa. És hát én itt végeztem a tanulmányaimat a New York Film Academy-n majdnem negyed évszázaddal ezelőtt, 24 évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon megható most itt lenni a Lincoln Centerben. A film bemutatót a New Yorki Liszt Intézet szervezésében a Nemzeti Filmintézet támogatásával tartották. Nagyon jó látni, hogy ilyen szép számban képviseltetik magukat az amerikai közönség résztvevői is. Továbbá az is nagyon fontos, hogy a diaszpora közösségnek is minőségi produkciókat hozzunk el ide az Egyesült Államokba, és őket is megszólítsuk, párhuzamosan legyen akár filmbemutató Magyarországgal egy időben. A cél pedig, hogy az Egyesült Államok minél több városába, minél több fiatalhoz eljuttassák a Most vagy Soha című alkotást. A film pedig nem csak a tengeren túl, hanem Londonban, Erdélyben és itthon is rekordnézettséget hoz.